Nem emlékszem pontosan a komment, hogy érkezett, de az volt a kérés, hogy beszéljünk a glory hole-okról, amit az illető még nem látott, vagy tehát, hogy még nem tapasztalta, hogy egyáltalán van-e ilyen, csak filmekben látott, de hogy mit gondolunk róla. Van, létezik, történelmi hagyománya van, volt egy olyan, amikor annyira azt mondta az egyház, hogy annyira mocskos maga a dolog az, hogy szex, meg hogy tested van, hogy az a legjobb, hogyha le van fedve lepedővel, asszonyállat, ráadásul büdös, bűnös, stb. Vágjunk rajta egy lyukat, amin pont befér a dákó, és akkor úgy tessenek, és csak gyereknemzés céljából. Tehát volt egy ilyen időszak, szerintem az innen datálódik, egy pár száz évvel ezelőtt. Most meg létezik. Tehát, hogy ez van. Mit beszéljünk róla? Hát nem tudom, mit beszéljünk róla. Tehát, hogy tényleg létezik, vannak klubok, külföldön sokkal több, bemész, a fiú bedugja a szerszámát egy lyukon, ahol a túloldalon nem tudod, hogy kicsoda, és az ott lepippantja. Egyébként tök érdekes, mert azért itt nyilván az ember nem gondolkodik végletekbe az esetek nagy többségében. De mintha rém lenne nekem olyan sztori, hogy ilyen családtagok akadtak össze itt, ott, ilyen helyeken nyugaton. Tehát, hogy ez amikor kiderül. Tehát, hogy nem tudom. Megint meg fogjuk kapni, hogy milyen műrögésem van, nagyon durva. Én ilyet nem hallottam. De nekem ez így valahonnan előjött. Tehát, hogy nem, tehát tényleg milyen az, amikor kiderül, hogy nem tudom én, az anyád feküdt ott éppen, vagy a hugod, vagy a nem tudom én, a nagynénéd, vagy a teljesen mindegy. Tehát, na. De van, tehát létezik, nem tudjuk, hogy erről mit kell még tovább beszélnünk, azt hiszem.